Endrei Judit volt az egyik legbájosabb bemondónő a magyar televízióban. A csatornánál 1976-ban kezdett dolgozni, 1998-ig láthatták a nézők a képernyőn. Az emberek nagyon szimpatizáltak vele, így pillanatok alatt óriási rajongótáborra tett szert. Azonban, mint minden híres embernek, neki is akadtak őrültebb rajongói. Az egyik őjük élénken él a mai napig az emlékezetében. Említést is tesz a férfiról az NO az Én TV-m című új könyvében, mely októberben kerül a boltok polcaira. A kötetből a Story magazin exkluzív részleteket idézett feleségül akarta venni a rajongója tévés karrierjének kezdetén még nem volt autója, ezért hévvel és metróval közlekedett az otthonától a televízió székházáig. Szentendréről járt fel rendszeresen Budapestre az akkor még csak a 20-as éveiben járó Endrei Judit, aki igézően szép nő volt már fiatalon is. Nem is csoda, hogy sok férfinak megtetszett a képernyőn keresztül. Szentendre felé zötögve észrevettem, hogy egy férfi ül le velem szemben, igen sokszor rám tekintgetve. Váratlanul közelebb hajolt hozzám, a tenyerén két karika gyűrűt elém tartva. A következő párbeszéd zajlott le köztünk, ez mi? Hát tudod, az esküvői gyűrűk. Milyen gyűrűk? Mondom, az esküvői. De itt nem lesz semmiféle esküvő, honnan veszi ezt? De te mondtad. Én. Miről beszél? A tévében, te mondtad, úgy néztél rám. Emlékezett vissza Endrei Judit a könyvében, aki határozottan megmondta a rajongójának, hogy nem lesz a felesége, hagyja őt békén. Néhány nappal később már a házuk előtt jelent meg az őrült férfi, aki több alkalommal is becsengetett hozzájuk. A bemondónő ekkor már igen dühös volt, el is ment a rendőrségre, hogy feljelentse az illetőt, de nem járt sikerrel. A rendőrök azt mondták, majd, ha vér folyik, akkor tud csak bejelentést tenni. Végül Endrei Judit az anyjának köszönheti, hogy eltűnt az életéből a férfi. Amikor legközelebb megjelent a házunk előtt, anyukám ment ki, és igen határozott hangon azt mondta ennek a kedves vőlegényjelöltnek a maga 153 cm-ével, hogy, ha most azonnal el nem tűnik innen, és ha még egyszer meglátom itt, kihozom a seprűt, és akkor annyi lesz magának. Soha többé nem akarom itt látni. Fogalmazott. Hozzátette, édesanyja trükkje bejött, a férfit sosem látták többé.